Csá! Sziasztok gyerekek! Üdvözlő csatornán! Szevasz! Ha mi újság van? Megint egy Seven Days to Die rész következik, Sanyika meg nem nyolja a lábamot, mert még a végén rajzgulunk. Ez nem jó, nem jól jött ki. Na várjátok, mondok valamit. Mutatok valamit, hoztam valamit, ez egy kis, semmi teljesen off topic, nem kapcsolódik a témához. Seven Days to Die-hoz, de nézzétek, mit vettem. Ezt tudjátok mi? Ez egy headset. Ez egy headset mobiltelefonhoz. Baromi jó! Várjál, hadd mutassam meg, meg kell mutatnom, gyerekek. Ez egy kézi beszélő. Telefonhoz, hova rakjam a rabodát? Ó, Isten. Na, egy kézi beszélő izéhez, mobiltelefonhoz. Be tudod dugni izéd, a jack dugod, de még egy felvétel gomb is van rajta, hogy fel tudod vele venni, aztán itt tudsz vele utcán közlekedni, meg beszélni, csak most ez fekete, aztán úgy így eléggé nehezen látni. Hát egy rendes, régi, hagyományos tárcsás telefonnak a kézi beszélője. Jó, ennyi volt. Ennyi volt, bocs, az off-topicért. Vágunk bele a lecsóba. Oké, okay, igen, megint egy Seven Days to Die résszel érkezett a Keeper. De fogalmam sincs, és miért van elfordítva? TV. Na, vagyis a monitor. Na, mit akartunk csinálni, gyerekek? 0 óra 2 van. Nagyon gyorsan, be kell rakni a fát! Be kell rakni a fát! Menjen! Berakunk egy órára valót, aztán akkor nagyjából tudjuk is, hogy vegyél időt el, ugye? Mert ezzel tudom mérni az időt. Milyen király a gyerekek? Rakunk be, mondjuk 55 percig. És akkor tudjuk, hogy ez nagyon jó. Meg akkor kellene cementet itt kraftolni, 87-et hadd menjen. Meg majd mindjárt mondom, hogy még mit kell kraftolnunk, gyerekek. Mert egyébként utolsó nap, ugye 21. napon vagyunk, szóval azért itt lesznek fönforgások. Most megy, várjál, megy a izajom? Lámpám megy. Hát de meg miért nem mehetne? Hát nem fogy ki a üzemanyag belőle. Mix. Oké. Okay. Van nekem 200, 1200 és lesz vagy 1500, hogy nagyon sok, nagyon sok. Másik póló mit jelent, gyerekek? Nem tudom, mondtam-e? Lehet, hogy mondtam. Másik már veszi fel a képer a részt. Ebből így lehet következtetni. Rengeteg dolgunk van, gyerekek. Úgyhogy úgy készüljünk. Egy csomó mindent kitaláltam, amit meg kellene valósítani. Tudjátok, mire van rengeteg szükségünk? Vasra! Vas kell, mert anélkül elmehetünk a bűs... Hoppa, valaki üt valamit. Mi van, öcsém? Figyelj, kutya, nem vetted észre. Na, ezért nem jó, hogy itt nem rajzsol. Na, csak lerobbantottam a fejét. Nyisd már ki! Na! Ezért kellene a budogányomat megkeresnem, mert ugye van nekem egy ilyen kalapácsom, vagy micsoda. És nem tudom, hogy hova raktam. Remélem, hogy nem szkrepeltünk le. Fegyver... van ez az ez a döklözőgép is. Na, itt a kalapácsom, ezt arra gondoltam, ezt kéne használni. Berakjuk ez helyé, ezt meg ide rakom. És igen, vasat kellene gyűjteni a következő, a mai részbe. Ezerrel innen ugye, például ezt berakjuk ide. Nem kell nagyon semmi. Ez mi? Várja, ez mi? Ez kell viszont Iron Crossbow löverék. Sörét van nálam. Minden van nálam, ami kell. Ezt ja, 150 lehet nálam egyszerre. Abból is. Jó, gyerekek, szerintem frankok vagyunk, ugye akkor ezt fogom használni, ezt a buzogányt memélne. A mai részben azt terveztem, mivel 21. nap van, hogy mindenképpen vasat kellene gyűjteni, és akkor fel kéne upgrade-elnem még azt az ajtót. Mi kell az izéhez? A Voldorhoz. Mert akkor azt is kellene csinálni, a Forge Steel. Rengeteg steel, steel kell rengeteg, abból nincsen. Steel kell nekem rengeteg, az. Oké? Okay. És az, ahhoz meg, most már megvan ez is. És steel, és ahhoz kellene nekem iron. Ironom nincs, meg mondjuk clay is jó lenne, de leginkább ironom nincs, úgyhogy iron fogunk szerezni a mai rész folyamán. Majdatok főzök kaját, mert akkor már valami hasznunkat
hogy hasznunk legyen, vagy vegyük valami hasznát itt a dolgoknak, hogy történnek. Berakjuk ezt a húst, meg a tojást. Ah, mondjuk két tojás kell, úgyhogy ebből nem fogok más csinálni. Csak grillezett hús, 9-szer. Viszont a 9 darab grillezett hús azért az nem olyan rossz. Ezt visszarakjuk. A mechanikust magamnál hagyom, mert azért az kell. Eszünk egyet, és lehet, hogy elmegyek egy kicsit vadászni éjszaka. Figyelj, gyűjtünk egy kis izért, gyűjtünk egy kis skill pontot, de ez a dobozt most, amit ide raktam, attól meg nem látok, várjál. Megpróbálom úgy elrakni, hogy a kamerát ne lökjem el. Oké. Okay. Nagyon jó a kézibeszélő, hát a ma munkáján szar az éjjel rögték magukra emberek. Amikor ezzel elkezdtem így beszélgetni. Na! Azt a Murky Waternek a felét lehet, hogy mondjuk még van egy csomó vizem. Nem akarom elhasználni a Murky Watert, mert ugye abból kell majd ragasztót csinálnom. És rengeteg izé van vizem, úgyhogy nincsen semmi gond. Ide berakjuk ezt, ugye? Nagyon jó. Ugye van Murky Waterem, mennyi? 89. Úgyhogy vizem lesz bőven. Jó, ezt még akkor kiveszem ebből. Meg innen kellene cementet. Az a baj, hogy mindig meg kell nyomogatni, de hát ennyi bajunk legyen, gyerekek, tudunk betonozni agyba, főbe, az a lényeg. Figyelj, most van nálam összesen 1500 darab, és itt még készül 90 sok, itt még készül több száz darab, úgyhogy 2000 darab betonom még van. 3 óra van még reggelig. Megmondom őszintén, nem vagyok egy bátor típus itt. Nagyon nehezen csukódik az az ajtó, nagyon lassan, és ez egy kicsit zavaró. Meg volt. Sneak damage-el. Majd fát is kellene vágnunk. Egyébként itt ezt be kéne fejeznem, ide akarok mindenképp... Várjál, akkor ezt is csináljunk, építkezzünk, gyerekek. Ha valamivel üssük el az időt, szó szerint. Most ugye errefele még nem akarok építkezni befele, tehát ott kint kellene egy kicsit művelődni. A fából ki akarom venni a blokkot, és akkor ebből egy kicsit csinálunk dolgokat. Jó. Ide szeretnék egy ilyen féltetőszerűt, mindjárt megnézzük, hogy milyen opciók vannak erre. Mert mindenképpen akarok egy lefele nyíló csapóajtókat, és akkor az egy ilyen plusz védelmet adna. De ahhoz kellene oda felfele raknom blokkot. Úgyhogy nézzük. Valami olyan kellene, ami ramp, de valami jó. Ramp. Valami tök jó rampa nincs. Igazából megcsinálhatnám a sima rampból is, ugye ebből. És ez milyen? Ez egy fél ramp. Vaj, ez milyen? Na ebből, ez az jó, nem lenne rossz. Ide valahova. Egy ilyen féltető. Így van, hogy. És akkor fel is upgrade-elem, mert miért ne. És... Hogyha felupgrade-eltem, akkor tudok majd ilyen lecsukódó ajtókat ide szerelni, és ezt meg is akarom csinálni. Oké? Azért, hogy teljesen le tudjam zárni. Nincs nálam cobblestone, ne szórakozz. És akkor teljesen zártá tudom rakni. Akkor lesz egy külső ilyen csapóajtó, majd meglátjátok, mire gondolok. Stone. Cobblestone kell. Azt van ám azért egy-két darab. Meg oda kívülre is akarok mindenképp egy ilyen betonplacot alulra, mert nem tetszik ez a rész. Úgyhogy itt egy kicsit lehet, hogy alakítok. Pont kint kell alakítanom, ugye? Amikor izé van. Éjszaka pont kint kell dolgoznom, persze. Ez az ajtó egyedül az a gáz, hogy nagyon lassan csukorik. A védelmi vonal, a gyerekek. Majd mindjárt meglátjátok, mire gondoltam. Mindjárt meg is csinálom. Csak bemegyek addig. Van ez a... de hacs. Ebből kellene csinálni egy négyet. Mondjuk lehet, hogy volt belőle, de hát mondjuk ez nem kerül semmibe, úgyhogy... Sanyika!
Sanyika, menj innen! Ja, jó. Elment. Mindig azt csinálja, hogy itt szórakozik. Akkor az történik, az a nagy problém, hogy az történik, hogy visz minden, mint a pirat. Sanyika, muszáj bejönnem mindig alám. Egyébként mindig zaklat. Várjál, most akkor meg kellene csinálni úgy, elforgatva. Ugye meglátod. Egy, kettő, három, négy. Vágod? És akkor konkrétan így ki tudod nyitni fölfele elvileg. Innen bentről nem tudom kinyitni. Ja nem tudom kinyitni, mert ez egy ilyen blokknak számít. Az kár. Csak kívülről. Hát ez nem a legbarátibb, de mindegy. Csak innen se tudok rá látni, innen itt látok rá. De kár. Ja, innen rá látok. Innen nem. Jó. Na mindegy, fel kéne upgrade-elnem azért. De ez mondjuk vas kell hozzá, úgyhogy ez most egyelőre marad. Csak az a lényeg, hogy egy ilyen takaró dologra gondoltam, hogy ilyet csinálok. Na, itt viszont le akarom betonozni elettem. Mert nem tetszik, hogy ilyen csúnya. Figyelj, tudok csinálni szalmabálákat is. Na, akkor lebetonozzuk itt előttünk, jó? Legalább jön egy kis clay. Csináljunk egy kis tornácot. Sanyika, mit csinálsz? Komolyan mondom, amikor én nekiállok videózni, akkor a Sanyika olyan szinten nekiáll szórakozni. Uncutkodik is. Jó, 2 óra van, úgyhogy mindjárt úgyis megyünk. Hát, ott rakhatnék egy blokkot, de nem rakok már minek. Azt nézem, milyen felszerelési tárgy nem kellene nekem. Így jobb lesz. Nem tetszett, hogy nincs itt egy ilyen rész. Ez mindjárt barátibb, ugye? De azért ezt is betonból csinálja meg a hülye. Hogyne, miből? Várom egyébként a reggelt, hogy menjünk kalandba. Kéne ám, gyerekek. És rengeteg vasat kellene szerezni, úgyhogy vasgyűjtés lesz. Hát szerintem vasgyűjtés lesz egy délig. Figyelj, ide rakok egy ilyen blokkot, és elveszem, akkor elvileg nem történt semmi, jó. Mindegy. El vagyok gondolkozva, hogy mi az, amit kellene csinálni, de szerintem ez a védelmi rendszer, ez tök jó lesz az egy. A következő horda, ugye utolsó napon vagyunk, úgyhogy 4 órakor instant indulunk, és amennyi vasat csak bírunk, annyit összeszedünk. Azon gondolkozok, kellene-e valami innen bentről, de szerintem nem. Javítókészlet mindig van nálam. Mindjárt felupgrade-elem a betonra, mert miért ne. Meg majd egy garást is kell csinálni, a garást hogy a motortároljönben, azt is így mellé majd ennek az épületnek meg fogjuk csinálni. Vagy valahova. Ja, meg a izét is, egy csomó mindent, még a... Egyébként nekiállhattam volna például a pánik szobának is, még rengeteg dolgom van. Sanyika, te mit csinálsz meg? Szabad érdeklődöm, komolyan mondom. Bezárlak, fölakasztalak valami izé szegre, amikor én videózok, mert szegény... Nézők folyamatosan azt látják, hogy Sanyika így, Sanyika úgy. Kár, hogy az egy blokk magasat lazán átugorják, lehetne ilyen izé, lehetne ilyen kis kerítésem. Na. Ugye megnézzük távolabbra. Hát ez nagyon alakul itt, majd csinálok egy ilyen kis védfalat. Nem miért nem, sőt azt lehetne is, hogy lehozni ott. Ó, gyerekek, nem bírom ki, hogy ezt ne fejlesztem, ezt a cuccot. De az lenne jó, hogyha kilátnék oldalra, ugye. Úgyhogy arra kellene így elhozni. Sanyika! Mi a tökömet csinálsz?
Nem hiszem el, bocsánatot kérek gyerekek, hogy ez megy. Ezek mennek meg a bárányfelhők, de Sanyik egy őrült. Ja, itt nekiálltam egy kicsit kiterjeszteni ezt a birodalmamat. A kinti részt. Csinálok ilyen... Folytatom ezt az irányt itt, ami itt van, így oldalra. És akkor az a baj, most itt vannak ezek a keretek. Nekem ez mégse jön be. Mégse jön be, gyerekek. Majd azt lehet, hogy leverem onnan. Bár mondjuk a zombik is ezt leverik egy pillanat alatt. Szóval azon a gond nincsen, de szerintem le is verem, mert... Mindig az... Nem tetszik. De hallod? Nem tetszik, semmi értelme. Belülről nem tudom nyitni, akkor sok értelme nincsen. Ugye hangosan durrani kezdődik. Ezt kellene így folytatnom, hogy oldalra arra gondolt a keeper. Azt a blokkot, úgyhogy ezt le is kéne kapiznom. Úgy, és akkor... Elforgatva. Így. Így folytatni arra fele. Úgy, úgy. Úgy látod? Így valahogy. Oda meg már ilyen izé lesz, az a fajta. És akkor kimegy teljesen. Jó lesz ez, jó lesz ez. Hát igazából ennek sok értelme nincs itt. Csak annyi. Oldások. Hogy kilássak, mert ugye például arra nem láttam ki eddig a... Úgyhogy így most kifogok teljesen. Kifogom hozni erre. Eltünk tovább. Kettő óra 46, 4 óráig valahogy kiúzzuk ezzel a munkálatokkal. Jó lesz hordakor, hogyha látok teljesen, meg igazából ide tereli az ajtomba zombikat. Ugye itt szoktak futkozni például ilyen medvék. Új, egyébként csapdázhatnék is. Miért nem csapdázok? Miért nem használok csapdákat? Mi a legjobb csapda? Mármint gondolom az elektromosok, de az elektromosokon kívül arra gondoltam. Hogy abban, azon kívül az milyen, milyen jó kis csapdák vannak. Várjál? Szerintem van munka. Van munka ezzel a kis placsal is. És akkor tovább nem csak addig, amíg a plac is tart. Itt ezt még kiásom. Jó, mert most már alapanyag gondom nincs, és ennek tudok örülni így. Valaki, mintha ment volna. Valaki, mintha sétált volna. Oké. Ide is kellene. El kell csinálnom, le kell kopíznom, csak az a gond, hogy mindig forgathatom. Kár, hogy nem úgy kopizza le, hogy olyan... Ja, úgy maradt. Így van, hogy ugye? Kettő volt. Csak azt nem tudom ezt, hogy hogy fogom összehozni. Azzal nem vagyok tisztában. Úgyhogy ez egyelőre valószínű, hogy valami hasonló megoldással marad. Sanyika, ami... Te mit eszel? Mit eszel? Mi az? Mi? Asszat eszik ez a kutya. Hú, ez ilyen izéje, rákcsája. Van ilyen fogkefe alakú rágóka, ilyen fogtisztító, azt olyan büdös, mint a dögbe ez. Ez büdös mindenek, de rendes vagyok. Ma egyébként ez egy jó összeszedetlen gameplay, remélem, hogy annyira azért nem nagy problém. Jó. Amúgy nem lesz ez így rossz. Csak egy kicsit tovább kell gondolnom még itt a tetejét, hogy hogy hozom össze, hogy valami alkalmas legyen. Hát muszáj volt ezt megcsinálnom, mert nem láttam ki normálisan leginkább az idegesítőt. És pont jó, mert pont végezni fogok. Igen, ugye ebből jön az XP, mint az állat. Jó, hogy mondtátok. Acél ne legyen nálatok véletlenül se, amikor így upgrade-eltek, mert most is elcsesztem volna a 10 acélt egy ilyen random blokkra. Ja. Gyorsan szedünk clayt, meg szerezünk izét. Szerezünk vasat, az lesz a projekt, jó? Lehet, hogy keresek egy ilyen ért, amibe le kell lásni, vagy többet is aztán. Egyébként ott a régi bázisom környéken volt egy csomó olyan. Arra emlékszem.
Ja. Nem motorozunk, hanem majd a gyalog megyünk, mint az őrültek. Jó fogám kinézni ez a töltsér alakú bejárat. Alakul, gyerekek. Alakul. Legalább kilátok oldalra, annyira idegesített, hogy ettől a földtől nem lehetett kilátni. Ja meg, oh, mi? Elfogyott a regimentje. Rakok be betont is, mert közben fogyalmaztam, akkor majd nem lesz. Itt ég ezerrel a cement. Ó, 285. A beton, az meg már biztos lepörgött. 300 darab, úgyhogy jó. És akkor megint 87-es. Meg a Costone. 23 van, úgyhogy húzzunk már bele. Bloodstone. Egyelőre még csak eddig van meg a bázis védelem, de hát... Na látod, így most kilátsz arra is, meg majd kilátsz arra is. És fel kellene majd fáklyáznom itt a dolgokat, úgyhogy ide erre a falra lehet, hogy dobok egy fáklyát. Nem tudom, srék falra fel tudom-e rakni, normálisan fog-e kinézni, vagy nem. Ja, és ugye a fa is fogy, mint az állat ettől is, az upgrade-eléstől is. Úgyhogy abból is... Abból is kell, hogy mindenből kell, fát mondjuk ültettem bőven. Fel kell fáklyáznom, ide kívülre kell fáklya, mert ugye itt pont nincsen fény. Gyorsan, 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 35-ben be akarom fejezni meg. Itt mögé is kellett volna, ugye itt még nincsen megcsinálva mögötte. De hát most egyelőre lehet, hogy ez így marad. Na, ó, hogy mindjárt jobb, ugye, barátép? Hát az a baj, nekem az nem tetszik, hogy itt mögötte nincs megoldva. Szóval ez egy kicsit olyan gány megoldás, de nem akarok most időt vesztegetni erre, viszont ez így sokkal jobb. Ez így sokkal jobb. Így ki tudok látni arra, viszont a fákja, ugye? Baromi lassan nyílik, nem szeretem, hogy ilyen lassan nyílik egyébként az ajtó. Ide tudok ilyen helyre rakni? Ó, hát ez ilyen csúf, úgyhogy ide nem rakunk. Hova rakjunk akkor? Nem tudom, ezekkel vannak problémák azért. Jó, rakunk ide. Meg rakunk ide, oké? Okay. Így, aztán akkor így bevilágítja, nézzük. Ja, ugye akkor így rálátok mindenre. Majd ez kicsit még itt ezt megnagyobbítom, meg lehet, hogy kihúzom még egy sornyit, meg akkor mögötte megcsinálunk egy ilyen pajzszerű, vagy pedig el kellene fordul itt. És akkor egy ilyen egész olyan magas pajzsot ide létrehozni. Oké, okay, viszont betonból van minden. És 47 van, úgyhogy húzzunk már bele. Kipakolom az olyan dolgokat, amire nincs szükségem. Leginkább a stone-t. Ja, vagy? Oké, okay, ezt is, ezeket kiraktam, és a vasokat is kirakom, mert ugye most ilyen nem kell, a rugó, a mechanikushoz lesz a rugó is, oké, okay, ne felejtsd, van itt 15 is még, ezt nem, ezt igen, a stone mehet ki, a kötszer mehet le, ez a buzogány mehet ide, Sándor! Mi csinálsz? Ma nagyon aktív vagy, Dick. Jó, más az maradhat. Ugye a fához esetleg még berakhatok dolgokat. Mondjuk ezt. Az meg maradjon nálam, hát ha bármire kell. Hát jó! Akkor itt ezt meg akartam nézni. 30, még van 30 percünk bőven. 178 darab cement. Menjen. Még mindig van benn bőven. Ezt is berakom a más. Ja, nem tudom berakni, mert ugye nincs. Jó! Mostantól húzás van, gyerekek. Baró gyorsan, oké? Okay? És vas, az a lényeg a vas. Na. Viszont szerintem a bejáratunk az batárió. Megcsináljuk mindenképp, lehet, hogy itt... arra gondoltam, lehet, hogy ezt így visszahozom. És akkor megcsináljuk így, és akkor itt egy ilyen pajzsot meg föl valahogy. Valahogy ki fogjuk ezt hozni, mindenképpen. Csak most nincs időnk, meg általában soha nincs időnk, de így most már kilátok. Jó, nem húzom az időt, bocsánat. Kaját esetleg szerzünk, egy kést kraftolhattam volna csontban, majd fogunk kraftolni. Mondtátok, hogy kést használjak, mert csak mindig elfelejtem, mert az sokkal jobb lenne nekem, ha késsel hadonásznék. Azt nézzük, gyerekek, hogy nincs-e olyan lehetőség, hogy vas érc. Most érte, várjál, ma mutatja ezeket? Szerintem mutatja, nem? Ezek fák lehetnek? Mik ezek a feketék? Ezek a kaktuszok, várjál, elvileg mutatja, ez mi?
Big waypoint, aztán akkor már mindjárt megnézzük. 13, 12, 11, jó, de jó, mutatja, jó. Adjál neki, Sanyi. Bányászunk, egy olyan, mennyire ég gyerekek. Legyen egy olyan 10 óráig, jó? 10 óráig vasszerzési van. És akkor fel tudjuk upgrade-elni a falakat kívül. Acélfalaink lesznek, gyerekek. Acélfalak lesznek, arra menjünk rá. Az ajtó szerintem elég erős, acélfalak. A frekventált helyeken legyenek acélfalaink. Gyorsan. Jaj, most meg egy macit hoz, gyerekek. Őrület ez a kutya. Nem tudom, kinek van kutya, írja meg. Főleg ilyen kicsi őrült kutya, mert nekem is volt ugye kinti. Sajnos egyébként a kinti kutyám az elpusztult, nem tudom, hogy ki tudja, vagy neki nem tudja. Az más. Más, mint egy ilyen kis szobakutyaszerű, aki így nagyon el vagy vele. Össze vagy zárva. Out of stamina, baza, mi történik? Picit pihenünk, körülnézünk addig. Gyors, elég gyorsan töltődik a stamina, hát azért annyira nem. Nem tudok kimenni, befúrom magamba, de rám esik egy zombi, megőrülök. Gyerekek, egy ilyen ér az milyen mély lesz. Ó, te fiú! Hát jó van. Nem, még mindig. Valahogy már kijutunk, nem tudom ezt, hogy van. Hogy ez milyen mélyig megy. Nem hiszem, de még mindig. És mi az a szélhang? Jaj, most még esik az eső is. És még mindig? Ne szórakozzál! Nem fog tudni kijönni. Jó, ez már más. Hűvaza. Jó, hát itt bánya. Ez elég brutál. Na, jó. Itt van bőven vas. Tök mindegy, hogy hol van, majd valahogy kijutunk. A frémeket pont kiraktam a üzeimből. Zsákomból. Beesik az eső, bazza, ide is. Meg föltelik vízzel, de ástam ide egy kutat. Ezt tudjátok milyen kutatás? Keeper kutatás. Mi a fog? Mi ez a villámlás? Volt ilyen? De nem ám ide tényleg beugrálnak a zombik. Megőrülök. És hova csúszunk, vagy mi van? Hát ez jó egy időt találtam vasbányát. Mennyi vasunk van amúgy? Hú, 2000, tök jól jön! Én azt hittem, ez sokkal szarabb újja. Akkor nem is, gyerekek, akkor nem kell addig ásnom szerintem. Hanem el kéne menni haza beolvasztani minél hamarabb. Ezt az eret, ezt kipucolom. Hallod, itt milyen vihar van? Volt már ilyen vihar? Én nem is találkoztam. Esti esett az eső, de hogy ilyen vihar? Out of stamina. Jó, ez van. Sajnos. Jó, hogy látni, hogy merre megy. Tök jó, lefúrtam magam, lol. És még kő is potyog egyébként belőle. De jó, ez van. De ez a vihar hang, ez kemény. Ja, egyébként a staminám azért tud fogyni. Nem kicsit. Jó. Ezt nem lehet leszkreppelni, lol. Leszkreppeled az izét, a vasat. Mivé, bazzeg? Ezt az eret, hogyha kivágtam. Az egy mennyi van alatta ilyenkor? Ez egy ilyen nagyon hatalmas bányát ide kialakítok, vagy mi? Úristen, gyerekek. Azt hittem, hogy ilyen 1-200 vasat kiszó. Sanyi, mit csinálsz? Sanyika! Várjál, gyertek, gyerek! Mi csinálsz, bazé? Az rohadt életbe. Megzavarod itt a bányászat a dik. Tényleg ne haragudjatok, gyerekek, komolyan csak... Ugye... Egy ilyen bolondra figyelni kell, mert... Egyébként most lesz 2 éves, majd... Úrnai nagyon soká, októberbe. És ugye azt mondják, hogy 7 évnek felel meg egy kutya... élet, akkor bazé még csak akkor lesz 14, akkor most olyan 10 éves körülének számít. Hát képzeljétek. Én egy 10 éves gyerek annyi esze van most.
Kb. Annyi, mint nekem. Micsoda röhögés, bassza! Még én is meglepődtem. Gyerekek, lesz itt vas bőven. Ó, te Isten, hallod, én nem is gondoltam annyit. Nem is gondoltam annyit összeszedek. Lehet, hogy kellene még csinálnom egy izét, egy kohort, bassza. Lehet, hogy kell még egy kohó. Azt a rohadt leborult szivar vége, gyerekek. Tényleg azt hittem, hogy a vasgyűjtés az ilyen epic nehéz lesz. Nem gondoltam, hogy ez ilyen rohadt egyszerű. Vagy ezt kifogtam egy ilyen brutál nagy izét, vasbányát. Ekkora nincs a földön. Itt mintha látnék még valahol, aha. Jó, kicsit elfáradtak ez a csávon, ez szerintem, és éhesek vagyunk. Nem baj. Legalább talán elmúlik ez a hülye vihar, amíg végzünk. Gyerekek, acél idejével fogjuk várni a következő hordát. Acél bunkerbe, bazd. Acél bunkerbe. Tök jó volt megcsinálni azt a öntő kádat. Azt az olvasztó kádat, mert most ugye tudtak, most emiatt tudok acélt csinálni, különben nem tudnék. Na, out of stamina. Jó, várj, hol kell egyáltalán fölmenni? Azt sem tudom, már itt furok össze-vissza. Te hol van a kijárat? Nick? Mi gyerekek? Azt a betyár, itt még rengeteg van, hallod? Mert itt valahol láttam még, itt fénylik, nem? Aha. Őha. Akkor ide ki kéne alakítanom egy izét? Egy... Repair kell. Ki kéne alakítanom ide egy létrát, azt kell lejönni még, nem? Hát akkor tök jó lenne, hát ez nem rossz. Nem rossz ez a hely, akkor csináljunk ma. Ez mennyi? Max 10, nem? Akkor csinál, kimegyünk. Ezt akkor vissza tudok jönni. Megjelöljük, hogy mit tudom én, bánya egy. Sőt, meg is jelölöm. Hogy kell megjelölni? Hol egy bánya? Ez. És akkor... vas... bánya... vasbanya! Oké. Okay. Ez tök jó. Gyerekek, tiszta jó vagyunk. Ezt le tudja érni innen? Így föl tudok mászni rajt, hogy... És ilyen hülyén áll. Nem annyira baza. De igen. Csak béna voltam. Jó, most itt ezt nem fogom kialakítani, itt a tárnát, meg semmi, hanem csak annyi, hogy tudjak kimenni, ugye. Az a poénben lényege. Így. Oké, figyelj, itt egy vasbánya. Ha! De jó vagyunk, gyerekek, esküszöm, nagyon imádom. Na, mi ez a nagy vihar? Tényleg, nagyon szerencsések vagyunk, tök. Nagyon élem ezt a játékot, egyre jobban. És milyen gyorsan rúgunk, le kell cserélnünk, még kellene csinálnom a kezes helyett valami ledőr cuccot, vagy nem tudom, valami könnyű. És akkor még gyorsabban futnék. 21. nap, gyerekek. Jó számoltam, miért nem világít a 21-es szám? Ja, mert majd később biztos. Kicsi a gyerek? Mit turkálódsz? Az ágy alatt találd valamit, azt onnan próbálja kiszedni. Na, olvasszunk, mert az nagyon fontos. Egyébként sőt, többen megjegyezték, hogy nagyon hasonlít a régi bázisomra. Hát igen. Egyébként. Várjál, szeventet kraftoljunk. Ezt elvisszük. A vas. Na, viszont akkor kell izé clayér is menni, mert az meg most már kevés lesz. Hogyha... milyen? Nem így akartam. Mit csinálsz, Keeper? 5000 darab. Mehet. Rakunk be egy 20 percnyit. 22-t, ez mennyi van? 22, akkor mind a kettő egyszerre fog lejárni. És akkor nyomjuk neki ám a steel-t. Jó, oké. Okay. Hát, hát egy darabot tudok lecraftolni, nem sok értelme van, de el kéne menni clayér is, kell clay gyűjteni, de ez az eső, ez nem a legkellemesebb. Sanyika, mit csinálsz? Ne! Hallod, ennyi aktívabb még soha, büdös életben nem volt, nem tudom, mire jött te.
Nem tudom, mi lőtte ezt a gyereket. Jó, a Clay is itt van, nem messze, úgyhogy húzunk a frontba. Hopp, kaja, meg piár vigyük. Viszek egy izét, egy kávét, mert őrjít meg, hogy nem tudok idejönni. Nem tudok gyorsabb lenni. Még több staminám legyen. Na. Izé kellene. Kaja. Lehet, hogy még itt alul is van. Aha, még itt is van. Ezt is megesszük. Ígyunk. Meg elvisszük a... elvisszük a kávét. Sőt, nem is a kávét, ezt a banyasszucit elvisszem. Full lesz gyám egy gyerek. Nya. Okay. Na, azt a banyasszucit elvisszem, az végig darálunk vele mindent. Lal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 a. Kisütött a rapocska is, jaj, de jó nekünk. Egy darab létre helyére megberakunk egy ilyet. Oké, azt meg scrap. Oh, és a kezelőfelület megtanulása is tök jó, hogyha már megy. Egyébként itt tudnék farvágni, mert ezeket gondolom ki lehet csettinteni. Hoppa! Big mama! Micsoda ideje van? Nem jó vette fel a bugyogót, mert elő volt a barna, nem hátul. Elő sárga, hátul barna, úgy kell feverni. Nem tanulják meg itt a dolgozók ezek. Ezt van. Jó. Nya. Megyünk ide, tudjátok, a Clay lelőhelyünkre, és ezt benyomom. Kíváncsi vagyok, hogy ez mit ad. 6 percig, gyerekek. Nagyon királyag vagyunk. Na, jöhet az ásás. Turbo módba. Megnézzük, megnézzük. Hát ha. Figyelj, homokot is viszem, mert az is kell, gyerekek. Ne viccelj itt, minden kell a keepernek. Jó, ássunk. Turbo mód. Kiszedünk egy, mennyit gyerekek, egy 1000 clayt, jó? És egyébként még csak 6 óra 21 van, úgyhogy tök jól állunk. Ott egy kutya az, ura jó lenne megölni. Nem csináltam kést. Mindig elfelejtem. Aj, ne, most meg a cipőmet vitte be. Honnan szerezted meg a cipőmet és a szétrágod? Töködet, és az a csaj még mindig itt van. Egyébként ezek ilyen statikusok, ezek a zombik. Nem úgy van, mint a GTA-ban, hogy mindig eltűnik minden. Na, ezt előttem a cigit a szájába, bazzak. Jó, hogy miért össze-vissza mentek ti? Mi van? Azért, bazzak. Ilyen nem megy az idő. Hány darabot szedtem? 115-et. Akkor végig 900-at össze kell kapnunk, úgyhogy kapjuk magunkat gyorsan. És az a kutya is tegnap is itt mászkált. Azt hittem úgy van, hogy így eltűnnek a zombik, de egyre többször az veszem észre, hogy ugyanott vannak ugyanazok a zombik, ugyanazok az állatok. Tehát nem az van, hogy elmész messzebb és akkor egyből eltűnik és visszateleportálódik, hanem ezek tényleg ott mászkálnak be, de azért van számítási igény. Nem csoda, hogy egyébként a processzort meg a RAM-ot az zabálja ez a játék. Nem is videókártya igényem van, mert a grafika az nem egy olyan hatalmas, de azért a... És még csak 104-et szedtem ki. Még megálltunk közbe. Nem valami gyorsan jön most. Jó, de kell Clay, gyerekek, mert anélkül hiába bombasom. Ja, hát ezt itt legyalulom. Majd ide építünk egy hétvégi házat. Kis kunyha úgy, hogy valamit. Nem. Nem épít a képer. Ennél jobb helyre egyébként szerintem nem költözhettem volna. Aztán az első horda után, hogyha már egy kicsit a bázisuk, hogy jól van. A figyelj, hordát túléljük, utána megyünk küldetéshezni ezen a részen, jó? Az egy kicsit kemény lesz szerintem, de azért most már elég össze vagyunk abba. Ott egy zombi. Ott van egy olyan zombi, amelyik ilyen... Üzés. A rohad a teste. Kíváncsi vagyok, felupgrade-elem azt a vasajtót, akkor még milyen lesz? Vagy pedig lehet, hogy nem is a vasajtót kellene, hanem ott a blokkokat, nem? Lehet, hogy a vasajtót. Lehet, hogy nem a vasajtót. Mert az egy 10.000-es ajtó, blokkok meg viszont csak 5.000-esek, úgyhogy a blokkokat kell felupgrade-elni.
Mert ugye azokat is ütötték, mint az atom. Úgyhogy acéllá kell, acélblokkokkal kell körbevenni magunkat. Ez miért jön ilyen lassan most? Mintha ezelőtt jobban menni volna. Nem tudom, hogy én érzem úgy, hogy... Szarabbul megy, nem? Ha ilyen zörgés hangot hallottak, akkor Sanyi éppen szedik az a cipőmet. Elepődjetek meg rajt. Viszont örül sok XP, hogy így ásol is. Ezt a kutya itt szoktam, vagy azt láttam azt a kutyát, azt lehet, hogy meg kéne kapni. Ott megy, látjátok? Ez végigérek ez a soron, azt falakba lőjük azt a kutyát ott. Ez lesz egy kis kajánk, nem sok. Mert tényleg kést kellene csinálnom, hogyha igaz, hogy azzal jobban jön a hús. De ígérem, hogy fogok csinálni, ha eszembe jut, csak annyi minden kavarog a fejemben állandóan, hogy azt nem tudjátok képzelni egyébként. Tényleg az megy, folyamatos kavar. Kipör egy olyan, mint a izé. Na. És miért nem találja néha? Néha nem értem egyébként ezt a játékot. Tök rajt volt, nem? Hogy ilyen bokron ment át, és ez megfogta. Most jó. Hát nem hiszem, gyerekek. Alsóval szerem szét, az jobb. Hát ez nem. Hunabolta, hunabolta. Jó, hát 7 hetet adott így is. Na, megyünk ám haza ezerre. Gyerekek. Ez a 3,5-szörös bónusz, ez baró jó. Csávó, hello! Ebből nem lehet kinyerni valamit? Mert ez ilyen speckó, hogy... Hova tűnt? Még ott. Mondom, hát, de nem úgy tűnik. Egy rohad. Tehát, hadd rohadjon, gyerekek. Egy small stone-t fölkaptam azzal, megváltam a világot. Gyerekek, elmegyek erre egy kicsit, jó? Hát, ha lesz valami érdekes. Közben tudunk területet felderíteni, hogy itt maszkálunk. És milyen jó bírja már a stamina ügybevé. Tök jó, és 15 másodperc, jó, kihasználtuk az időt. A figyelj, 6 perc alatt bányáztam egy csomót azért. Ja, itt azért mondjuk azért nem kéne futkozni, mert mondtátok, hogy itt szokott aknával le. Szokták fedni itt a területet, aztán lehet, hogy nem jobb úli, hogyha fölrepülök a Holdra. Jó, egy kicsit fáradunk. Úgy gyerekek, olyan érzetek az erdőnk, hallod? Majd belepett minden, de még az még nem a legnagyobb. Ez már bunker, mi? Az még nem a legnagyobb, úgyhogy még nem vágjuk ki. Nem mondjuk aztán ennyire, hogy kis vág. Lehet, még nem kell. Amíg nem kell, addig nem vágom ki. Na! Acél! Acél az acél! Mennyi van? Hány percünk van? 13! 13! Be a klét! Gyorsan! Be a klét! Gyorsan! És ilyenkor ezt a klét az csak utána? Nem, rakja. Jó van, oké. Okay. Rakja, na! 17-et már tudok csinálni. És nekem is van ám már. Várjál, most. 8, és akkor várj, egy blokkot már föl is tudok upgrade-elni, már megnézzük, hogy milyen, olyan csodálatos dolog lesz. Bár ezt az ajtót is kíváncsi vagyok, meg ugye ezeket az ajtókat is kéne, de úgy gondolom, hogy inkább csináljuk meg ezt a védelmi vonalat, mert az a legfontosabb. Így, most, na gyerekek, ugrik a majom a vízbe, bele, figyeld! Acél tesó, hallod, ez hány ízés? Nem akarok oda ütni neki, mert... Várj, sima kalapács sem megmutat, nincs kalapácsom, sima kalapács, azt is kellene csinálni. Várják, csináljunk már kalapácsot, mi az? Hammer. Az a gyorsabban is izének, 5-ös hammer, forgot iron, 36 darab kell, wood kell hozzá, leather kell hozzá, és 6 darab duct tape, úgyhogy ezt meg kellene csinálnunk. Meg kellene akkor csinálnunk glút is, mert az nem hiszem, hogy van, bár aztán lehet, hogy van futás. A szelves craftból kell nekem ilyen, a... Egyéb craftból kell nekem glue, és a innen kellene csinálnom glue-t, ebből a murky waterből, mondjuk a feléből csináljunk glue-t, nem? Meg mi kell hozzá? Csont kell hozzá. Jaj, de nagyon pördünk, rengeteg csontunk van.
amiből kést is jó lenne csinálni, de most nem oda a lényeg, várjál, nem ez. Hol van a izé? Receptek, glue, nem engedi, miért nem engedi? Ja, mert gondolom kellene tüzelő, mi? Jaj, de jó! Oké, rakjunk be bőven, na, glue. Ezt nézem. Kevesebb csontot, itt kevesebb csont kell, itt több csont kell. Jó, de nekem nem baj, 44 darabot tudok csinálni. Hadd menjen gyerekeknek kell, és akkor tudok csinálni majd egy kalapácsot helyett a szar helyett. Nézzük, milyen helyzet? 16, nagyon jó. Mennyink van? 16 darabunk, mehetünk megint akkor upgrade-elni. Acél lesz, gyerekek, estére acéllel fogunk bélelni az egész bázisunkat. Oda néz, tesó. Ezen gyertek át majd, hallod, ezt az egészet megcsinálom acélból. Ezt a blokkot, azt a blokkot. Úgyhogy még kell egy 10-20, 30-40, meg esetleg azt a falat is. Na gyerekek, azért itt ma... Várj, följebb lehet? Nézzük meg. Mit ír rá? Azt hiszem régebben lehetett polírozni valami olajjal, vagy mivel, ugye? Nem, följebb már nem lehet, mert nem... Nem írja, ugye? Jobb gombot nyomok rajta, és nem lehet. De valahogy régen lehetett, hogy valami polírt lehetett rádobni, de most már nem. Emlékeztek arra? Nem emlékeztek? Hát pedig volt olyan, higgyétek el nekem. Nem ez kell, hanem... Cement! Oda ném ennyi cement, tesó! Kell a homok, meg a stone. Úgy. Oda ném 500 darabot megint, aztán nem is tudom meg... Jaj, ezt nem akartam. Hát ezt is meg kellene csinálni, aztán nem lenne ilyen probléma. Mi? Mennyink van? 96 darabunk, meg 540 készül, meg van... Azon kívül 1400-unk. Fú, gyerekek. Akkor van 2000 darab betonunk. Mi? Azért az cukker. Zuckerberg. Itt mi a helyzet? 13 glue megkészült. 4 perc múlva lesz még egy csomó. Ezért kellene... Duct tape kellene csinálni, de abból szerintem csinálok bőven. Meg akkor megcsinálom a kalapácsot, jó? Az meg a vasnak itt van. És akkor már mehet is a kalapács mindjárt. Na, hol vagyunk? Mi hiányzik bazen? Leather! Hát az meg annyi van, mint a sár. És milyen jó, hogy minden össze-vissza van, vagy minden jó helyen van, ugye? Csort mehet be, leather jöhet ki, kalapács jöhet készre. És egy izé szintű, egy ötös szintű tök jó. Oh yeah! Oké. Okay. Igen, itt mindenképpen fogok izélni. Kell változtatni, mert itt ez be fog szakadni, hogyha kiütöm a izéket. Mert ugye fölül fogja az, lehet, félek, hogy nem kellene oszlopokat is csinálnom, bár az lehet, hogy nem. De nagyon óvatosan kell ásnom majd, mert ott az lehet, hogy ki, azok a rácsok le fognak esni, mert azokat nem fogja semmi, azt írtátok. Úgyhogy ezt majd figyelni kell, nehogy beomoljon az egész. Ja, csak most nem az a direktíva, nem az az elsődleges dolog, hanem... Ja, mondjuk a steel gyártás, gyerekek. Na, és szerintem már kettőt fel tudok. Nem, tíz, már megint fel tudok egyet. Ez az. Várj, van már kalapácsom? Még egy perc. De sokáig csinálja kalapácsot. Azt a betyáró isteneteket. Várjál. Nem akarom elhasználni ezt a jövőt. Kicsit megpróbálok valamit. Aha, mit üt? Ne üsse, öcsém. Azt a betyáró istenit. Hát ez jó volt, de mit ütötte ez a hülye? Várjál, kalapáccsal el... Már nincs kalapácsom még mindig. Azzal majd meg lehet nézni, itt valamit ütött. De miért ütött olyan random helyen? Jó, hát úgy látom, ide kell azért akkor... upgrade-elgetni. Na, azon gondolkoztam, hogy mit kellene, mi lenne a következő upgrade-elés. Ezt nekem... Én felhúztam a nagy francokat. Na most lett csak acél. Akkor ide is kell még, úgyhogy ez még eléggé zabálja. Úgyhogy millió rózsaszál, millió acél kell. És 8 óra 31 van, ilyen a gyerekek. Nyomjuk az acélt, csak ugye nagyon lassan megy bele. Ezért lehet, hogy jó lett volna még egy... Hát jó lett volna még egy izé... Ja, de nem tudok abban, mert akkor kellene bele még egy ilyen, úgyhogy nem tudok.
De mondjuk ezt átraknám, beolvasztom, átrakom, gondolom, hogy akkor megoldható, de hát mindegy. Mindegy, jó van, csináljuk, aztán majd valami lesz. Itt meg ugye már folyik a művelet, és itt még rakhatnék be követ. Mert még kell, kelleni fog. Menjen a cement is, 30, 124, úristen, gyereke, agyi! Jézus Istenem, mennyi betonom van már, te? Az összesen 600 darab, meg már van 1600, több mint 2000. Tudom, hogy akkor már itt upgrade-elhetnek, de még egyelőre a keeper itt dolgozik a dolgokon. Gondolkozok, mit kellene csinálnom, mi az, amire szükségem lenne. Ezt is fejleszthetném addig. Egyelőre mondjuk ezen nagyon sok minden fejlesztelére való, de nincs, azokat kellene inkább csinálnom. Vannak urak, mit kellene csinálnom? Ja, rengeteg acél kellene, lehet, hogy kellene még kód csinálni, nem? Amiben beolvasztok acélt, azt átpakolok maximum. Ezt fölé tudok rakni még egy kód? Miért ne tudnék, ugye? Csináljuk még egy forge-ot. Forge, mi hiányzik? Clay kell hozzá. Ennyire elcsesztem a clay-t. Leather van, duct tape van, nincsen csövem. Meg clay kellene 30. Teljesen minden clay-t elbolszkodtam, nem, itt is van basszus még. Gyerekek, van nekem mindenem, hallod? Akkor forge-ot már tudok is? Vagy mi hiányzik már meg én? Ja, a csövet elcsesztem. Azon gondolkodok, igazából itt nem nagyon sok mindent tudnék csinálni most. Ugye? Mi az, amit tudnék csinálni? Hát itt ez várhatom, hogy ugye beolvad. Kellene még egy forge-ot csinálnom. Lehet, hogy elmegyek, szétkapok egy-két kocsit, aztán lesz csövem, akkor nem terhelem azzal le itt a dolgokat. Mondjuk short pipe-ot nem egy nagy kunszt lehetne megcsinálni, gondolom. Nem, akkor nem használnám itt a... Igazából ráérek gyűjtögetni, érted? Jó, még upgrade-eljünk egyet. Az egyik ablakot. Vaj, a kalapács, ez meg lett? Megvan a kalapács, akkor ez meg mehet scrap-re. Oké. Na, itt ezt is. Úgy né. Ja, így rá. Aha, ez 7000-es az ajtó, nem is 10000-es. Ezt mondtam, hogyha kalapáccsal nézel rá, az tök jó. Mert látod egyből, hogyha itt ütött a csávó, meg itt ütött. Ezt a kettőt ütögette. Ja, akkor 7000-es csak az ajtó. El kellene mennem egy-két autót szétszedni. Van itt egy izé, van itt egy a sarkon egy ilyen, fülye, ezek megnőttek ezek a fák. Istenem, gyerekek, bazza. Hallod, semmire nincs időm. Apa, itt valaki van. Van egy ötletem, gyerekek, elmegyünk. Következő részbe még gyűjtögetünk. Az erdőbe bazza nem lakni be. Egy-két autót szétkap... Ne, nem kell szétkapni. Mi kell nekem? Ja, még egy forge-ot, passz! Vagy mindent csak akarok csinálni, nincsen időm semmire. Futás! Ez olyan hossz... Még jó, hogy nem hosszabb ez az alagút, te Isten. Na várjál, forge-ot, ugye? Azt akartam... Figyelj, csináljuk már meg ezt. Hány kell a forge-hoz? 3 darab cső, hát ez most nehogy már azon múljon az egész életünk itt ebbe, az 3 cső. Mondom, jó gyorsan is meg is csinálja. Oké, meg is van, még egy forge-ot dobunk, jó? És akkor abba is olvasztok üzét, vasat. Felét kivesszük, meg akkor ezt a clay-t is berakjuk abba. Mert is tovább van. És akkor a forge-ot megcsináltam? Ja, bazza, várjál, mi van? Hol? Meg... Ja most... Ja, mondom, jó. Megvan, jó. Oké, és akkor még egy vasas forzs lesz fölötte. Nagyon jó. És ezt rakjuk be ide. És ezt rakjuk be ide. Rakunk bele fát.
Sőt, az már a következő részben rakunk be fát, és akkor kettő lesz beolvasva, át tudom rakni ugye az üllőt is, amíg lecraftolom belőle az alapanyagot, úgyhogy kettő darab vasas lesz, meg szerintem lehet, hogy kettő köves, majd csinálunk még egy köveset is. Na jó, a gyerekek, elbúcsúzom, mert baromi hosszú videók lesznek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jók legyetek, Csácsomi, és bocsa Sanyika miatt, hogy itt csinálja a fesztivált. Csácsomi, csőtészta!